Sziasztok! Egy nagyon szép, most kivételesen kötött mintát szeretnék megmutatni. Szerintem nagyon jól látszik, hogy mennyire szép ilyen dombor minta, és ilyen rombusz alakot ad ki a végén. Nagyon jó példa arra, hogy csupán a sima és a fordított szemek váltakozásával, mindenféle ráhajtás, stb. Nélkül milyen szép mintát lehet elérni. Kezdjük is el. A minta maga 4 többszöröséből áll, plusz 2 szélszemet tettem még a két végére. A szélszemeket a sor végén simaként kötöm le, a sor elején pedig leemelem. Ez 24 szemből áll, ugye, mint 4 többszöröse, és igazából már 2 mintasort kötöttem meg. A minta sorainak a száma az 8, tehát 1-től 8-ig kell ismételni a sorokat, és akkor el is kezdjük. Tehát, mint mondtam, az első szemet azt mindig leemelem. És az első sorban végig egy sima és egy fordítottat kötünk. Tehát sima, fordított. Sima, fordított, és ugye az utolsó szemet, mint mondtam, a simán lekötjük. És következik is a második sor. Ugye ez a mintának a visszája, de szerintem ez is nagyon szép. A második sor az ugyanez. Első szem leemel, sima, fordított, sima, fordított, és sor végéig ezt kötjük. Fordított, és ugye az utolsó szem az sima, mint szélszem. Következik a harmadik sor. A harmadik sor a szélszemünk leemelése után fordítottal kezdjük. Egy fordítottat kötünk, és 3 darab simát. Tehát egy fordított, és 1, 2 sima. 3 sima. És ezt kötjük a sor végéig. Fordított, sima. Egy, kettő, három, és utolsó szem sima. Ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik. Ez igazából ennek a fordítottja lesz. Leemeljük. 3 darab fordítottat kötünk. Ugye az előző sorban a 3 simánkra. 3 darab fordítottat, és 1 simát. 1, 2, 3 fordított, és 1 sima a sor végéig.
és egy sima a végére. Ötödik sor jön. A szélszemet leemeljük, egy sima, és egy fordított. Ismétlődik a sor végéig. Sima, fordított. Sima, fordított. Sima, fordított, és a sor végi szem. Hatodik sor. Ugyanezt kötjük, mint az előzőben. Sima, fordított. Sima, fordított. Fordított az utolsó, és egy sima sor végére. A hetedik sor jön. Ezt két simával kezdjük. Egy, kettő. Majd egy fordítottal folytatjuk. Három sima. És ugyanezt ismételjük egészen addig, amíg a sor végén kettő szem nem marad, meg ugye plusz a szélszem, tehát eddig. Egy fordított, három sima. Egy fordított, három sima. Fordított, három sima, és ugye itt van ez a két szem, amit mondtam, ebből az elsőt fordítottan, másodikat pedig simán kötjük le, plusz a sor végi szélszemet, és akkor most jön az utolsó, vagyis a nyolcadik sor. Tulajdonképpen ez az a két sor, a két utolsó, amikor ugye eltoljuk magát, ezt a rombusz mintát egy kicsit, és ennek a kezdését is. Leemeljük. Fordított. Majd egy sima. És három fordított ismétlődik. Addig, amíg három szem nem marad a sor végén. Tehát egy sima. És három fordított. Sima. Sima. Egy, kettő és három fordított, és akkor ugye itt van a három szem, amit mondtam. Ezt úgy kötjük le, hogy az első lekötjük simán, másik kettő pedig fordítottan. És az utolsó, azt pedig simán kötjük le, és meg is van a nyolc mintasorunk. És igazából az történt, hogy még szebb lett ez a minta, mint amennyire az elején
látszódott, hogy ez minél nagyobb felületen készítjük el, annál látványosabb lesz. Nagyon szép, próbáljátok ki!